Annyira mocskosnak éreztem magam, mintha teljesen elveszett volna az ártatlanságom. Rachel Havupalo még csak 12 éves volt, amikor két tinédzser fiú belopakodott az otthonába és megerőszakolta őt. Összetört a szívem, nem bíztam többé az emberekben. A fiúkat letartóztatták, de ez nem enyhített a lány fájdalmán. 14 évesen vagdosni kezdte magát, felvette a gót életstílust, belemerült a vikkába és a halálról fantáziált. Belül halott és dermet voltam, és tényleg meg akartam halni. 10-es és 20-as éveiben többször volt börtönben drogvétségek miatt. Aztán 21 évesen megszületett első gyermeke. Következő évben megházasodott és egy fia született. Miután elváltak, Rachel elvesztette fia felügyeleti jogát és keményebb drogok felé fordult. Összetört a szívem. Leírhatatlan üresség uralta az életemet. Egy nap Rachel elment egy barátjához. Amikor odaért, a férfi eltorlaszolta az ajtót. 3 napig heroinnal lőtte és megerőszakolta. Ha volt valami kis békesség vagy remény a szívemben, hogy a dolgok majd jobbra fordulnak, az mind eltűnt. Nagyon megrémültem. Istenhez kiáltottam. Kérlek, Istenem, ne engedd, hogy meghalljak. 3 nap múlva aztán a férfi elengedte. Rachel élete nem sokkal később még sötétebb szakaszba érkezett. Egyre gyakrabban vagdosta magát. Itt vannak a vágások helyei, amiket késsel ejtettem. Így akartam kiengedni a feszítő fájdalmat. Nem tudtam, hogyan máshogy szabadulhatnék meg a felgyülemlett érzelmektől. Végül rájött, hogy sem a drogok, sem a vagdosás nem segít. Egyszerűen Istenhez kiáltottam, azt mondtam, kérlek Istenem, segíts! Csodára van szükségem. Szükségem van rá, hogy elküld az angyalaidat és kisegíts. Nincs más kiút számomra, csak a te segítséged. Sajnálom, hogy harcoltam ellened. Pár nap múlva Rachel és a lánya találkozott egy párral, akik beszéltek nekik Jézusról, és hogy bízzanak benne. Megvallottam, hogy bűnös vagyok, és szükségem van Jézusra. Szükségem van rá, hogy bejöjjön az életembe, és ő uralkodjon felettem. Mindent alárendeltem neki. De még mindig hátra volt, hogy begyógyuljanak a bántalmazás okozta sebei. Nem sokára találkozott egy lelkészpárral, akik 30 napot töltöttek Rachel-lel, hogy megtalálhassa a szabadságát Krisztusban. Segítettek nekem imádkozni, megvallásokat tenni, hogy megtagadjam a drogot, az alkoholt, a pogányságot és hasonlókat. Ez egy hosszú folyamat volt. Segítettek abban is, hogy megbocsásson a bántalmazóinak. Szükségem van Isten bocsánatára, így inkább én is megbocsátok. 30 nap múltán Rachel korábban sosem tapasztalt szabadságra jutott. Olyan volt, mintha egy teljesen más ember lennék. Végre fellélegeztem. Abban a percben, mintha új teremtményként, egy új lényként születtem volna meg. Teljesen új lehetőségekkel az életre. És akkor a dolgok kezdtek megváltozni. Rachel ma Ivy-t neveli, aki már tinédzser, és fiával is felvette a kapcsolatot. Feleségül ment Mikához, és együtt szolgálnak misszionáriusként Finnországban. Arra a szeretetre és szabadságra tanítanak másokat, amit csak Jézus Krisztusban lehet megtalálni. Nem is éltem azelőtt, hogy találkoztam Jézussal. Az ő szeretete tényleg mindent megváltoztat. Ő egyszerűen fogja a teljesen tönkrement, lehetetlen, reménytelen zűrzavart, és átváltoztatja valami gyönyörűvé.